Én is örömmel köszöntök itt mindenkit, és köszönöm a lehetőséget. Az előadásomban nem az ősrobbanásról lesz szó, azt csak beraktam a címbe, hogy valami vonzó legyen bennem. Ha azt írtam volna, hogy a kvantum statisztika rejtelmei, akkor biztos kevesebben jöttek volna. De azért az ősrobbanásról is lesz szó, csak a vége felé, úgyhogy addig mindenki türelemmel várjon. Nagyjából az előadás vázlata, vagy hát a mai tematikánk az valami olyasmi, hogy először beszélni fogunk a fénynek a természetéről, hogy az egyszerre viselkedik hullámként is és részecskeként is, illetve ebből adódó néhány érdekes jelenséget fogunk megbeszélni, ennek érdekes következményeit. Az egyik következménye, azaz az úgynevezett HBT-effektus, igazából erről szól az előadás. Aztán utána áttérünk a klasszikusról a kvantumfizikába, megnézzük néhány alapjelenségét a kvantumfizikának, beszélünk erről a bizonyos kvantumstatisztikáról, bármit is jelentsen ez, és a mikroszkóp helyett a femtoszkóp működését fogjuk megnézni, és végül azt, hogy mindez hogyan alkalmazható az ősrobbanás vizsgálatában. Először is azt gondolom, hogy az mindenki tudja, ma már, és itt a teremben is, hogy a fény az egy hullám. Igazából ez a 19. századra tehető, hogy ezt felismerték. A hullám tulajdonságnak a legalapvetőbb megnyilvánulása az, hogy a hullámok azok nem csak összeadódni tudnak, hanem kivonódni is. Hogyha két teniszlabdát itt végigdobok, akkor egyesített erővel fogják felborítani ezt a kísérleti elrendezést. Ha viszont két hullámot irányítok egyszerre errefelé, akkor az is lehet, hogy éppen kioltják egymást. Tehát a hullám jelenség az valahogy nagyon különbözik a teniszlabda viselkedéstől. És akkor itt látjuk, hogy két hullám azért tudja kioltani egymást, mert hogyha esetleg nem jó fázisban találkoznak, amikor az egyiknek hullám hegye van, akkor a másiknak hullám völgye van, és lehet, hogy az egész éppen egy nullává adódik össze, míg hogyha megfelelően találkoznak, akkor össze is tudnak adódni. Ezt Young és Fresnel kísérletei alapján tudjuk, és ezeknek a kísérleteknek az volt a lényege, hogyha valami hullámként viselkedik, akkor interferencia jöhet létre. Az interferencia nem más, mint ezeknek az erősítéseknek és gyengítéseknek a váltakozása. Ezt az ábrát, ami az interferencia kísérletnek, vagy az interferencia jelenség kétrés kísérletének az illusztrációja, talán a középiskolában is tanítják, csak megkérdezem, hogy ki az, aki már találkozott ezzel. Akkor nem olyan nagyon sokan azért, akkor azért elmondom. Tehát arról van szó, hogy van egy valamilyen falunk, amin két rés van, ezért hívják két rés kísérletnek, és ezen a két résen akar átmenni a ide bocsátott fény. És akkor a két résen mind a kettőn átmegy, hiszen hullám, minthogyha egy kikötőben keltünk hullámokat, akkor az annak akárhány része van, azon mind keresztül mennek a hullámok, és valahogy utána a két részből kijöve találkoznak ezen az ernyőn. És attól függően, hogy hogyan találkoztak, attól függően erősítésre vagy gyengítésre kerülhet sor. A dolognak a lényege az, hogy ezen az ábrán az alsó fénysugár az egy kicsivel, nagyon-nagyon kicsivel hosszabb utat tehet meg. Ugye ezt látjuk ezen az ábrán is, vagy akár itt, hogy ez a fénysugár, ez van itt kinagyítva, ez a fénysugár egy kicsit rövidebb utat tesz meg, méghozzá pontosan ennyivel, a képletekkel nem kell most itt foglalkozni. Ez olyan, minthogyha a 400 méteres síkfutásnál a kívül lévő futó
ugyanonnan indulna el, mint a belül lévő, akkor a kívül lévőnek egyszerűen több utat kellene megtennie, ezért is nem egy helyről indítják a futókat, vagy hát nem egy vonalból. És akkor ez a fénysugár egy picivel hosszabb utat tesz meg, és hogyha egyszerre indultak, akkor ez egy pici késést fog elszenvedni. És emiatt, hogy egy pici késést szenved el, emiatt nem egy fázisban érkezik ide az ernyőre, hanem különböző fázisokban, és attól függően, hogy mennyi a fázis eltolódása, vagy mennyi a késése az egyik hullámnak a másikhoz képest, erősítést vagy gyengítést, azaz sötét vagy világos foltot fogunk látni. Ez a kétrés kísérletnek a lényege, ezzel lehet interferenciát bemutatni, és ezzel lehet valaminek a hullámviselkedését igazolni. Most kár, hogy nem hoztam magammal egy CD-t, mert akkor be tudnám mutatni, de ha valakinek van egy lézermutatója otthon, meg egy CD-je, akkor világítson rá, és ezt az interferencia mintázatot már is látni fogja. Na, tehát ezzel lehet látni, hogy a fény az egy hullám. És akkor milyen hullám a fény? Azt pedig Maxwell óta tudjuk, hogy elektromágneses hullám, az elektromos és a mágneses tér hullámzik benne. Először is egy alapfogalmat, vagy két alapfogalmat szeretnék tisztázni, hát ha valaki számára nem teljesen világos. Egy hullámot, egy ilyen színuszfüggvény alakú hullámot általában így írhatunk le, ahol van egy amplitúdója és van egy hullámhossza. És akkor ennek a formulának, amit nem akarok túlságosan részletezni, de az a lényege, hogyha pont egy hullámhossznyit haladunk, ugye itt pont egy hullámhossznyit haladunk, akkor az x egyenlő ezzel a lambdával, és akkor a színusz 2π az megint nulla. Tehát, hogyha ezt így írjuk föl, ezt a színusz függvényt, ahogy ez itt szerepel, akkor ez a lambda paraméter, ez éppen a hullámhossz lesz. Jó, a hullámhossz fogalmat talán mindenki számára világos, de azért mondtam, ennyire kitérek rá, és akkor ez azért is fontos, mert néha egy másik mennyiséggel jellemezzük a hullámokat, méghozzá az úgynevezett hullámszámmal, ami lényegében az itt szereplő 2π per lambda hányados, ez azt fejezi ki, hogy milyen gyakran hullámzik ez a hullám. Hogyha sok hullám van a valami adott távolságon keresztül, akkor nagy a hullámszám, nagy a hullámoknak a száma. Hogyha egy K betű szerepel bármelyik következő fólián, nem egy szón belül, hanem mint egy kifejezés, akkor az ezt a hullámszámot fogja jelölni. Jó? Tehát a fény az egy ilyen elektromágneses hullám, ilyen az elektromos és a mágneses térnek az egymásra merőleges, ilyen színuszos hullámzásaként képzelhető el. Amikor ezzel a lézerrel világítok, akkor ebben is az elektromos tér így váltakozik, a mágneses tér meg így váltakozik. És akkor ennek van egy hullámhossza, persze valójában sok különböző színusz is összeadódhat, és akkor ilyen fura alakja is lehet a hullámoknak, de alap esetben így képzeljük el. A fény hordoz energiát is, és ellentétben a hullám tulajdonságával, az elektromos és a mágneses térrel, ami lehet negatív is, az általa hordozott energia az már nem lehet negatív, és azt úgy fejezzük ki, hogy az elektromos térnek a négyzete, mondjuk. Ezt érdemes megjegyezni, hogy a fény által hordozott intenzitás az ő elektromos és mágneses terének a négyzete. Hogy milyen hullámhosszak képzelhetőek el, mert tulajdonképpen ez a másik fontos jellemzője a hullámoknak, azt ez a spektrum mutatja, persze bármilyen hullámhossz elképzelhető, plusz végtelen és nulla között. Az elektromágneses hullámoknak ez a spektrum, ahol a fény csak egy szűk tartományt ölel föl, vannak borzasztó nagy hullámhosszú hullámok, amik akár kilométeres, vagy ezer kilométeres, vagy akár mekkora tartományba tartoznak, és aztán általában ilyen kilométeres hullámhosszú hullámokkal kommunikálunk, aztán vannak egyre kisebb hullámhosszú hullámok, például a mikrohullám, amivel a mobiltelefonok, meg a mikrohullámú sütő működik, aztán egy szűk tartományban található a fény, aminek a hullámhossza az nagyjából a sejtek tartományába esik,
ilyen mikrométeres nagyságrendű, picivel kisebb, és akkor ahogy megyünk egyre kisebb hullámhosszak felé, úgy lesz ez a hullámzás egyre sűrűbb, és akkor más és más néven hívjuk ezeket a hullámokat, a fény alatt van az ultraibolya, aminek picit még kisebb a hullámhossza, a röntgen, illetve a gamma sugárzás. Jó, ezt picit föl fogjuk használni, úgyhogy érdemes észben tartani. Mire jó a fény? Hát többek között arra, hogy látunk vele. Ugyanakkor, ahogy már mondtam, ja, itt közben kaptam egy CD-t, akkor ezt megmutatom, ezt az interferenciát, csak az érdekesség kedvéért, bár lehet, hogy egy kicsit sötétebb kellene hozzá, de itt nem tudom, hogy lát-e valaki két pontot, és hogyha sötétebb lenne, akkor még több pontot látnánk, meg hogyha itt így mozgó, én talán most ebben a pillanatban hármat is lehet látni. Ez az interferencia. Hát jó, mutassuk be tulajdonképpen. Lehet, hogy... Aha. Na itt csak kicsit nehéz megfelelően elrendezni, és úgyhogy ne világítsak a saját szemembe is közben, mert akkor rosszul járnék. Na most három látható, hát ennél többet most nem biztos, hogy elő tudok varázsolni, de még ezeknek is van egy al struktúrája. Ez a sötét és világos foltoknak a váltakozása tulajdonképpen mutatja a fény hullámvoltát. És akkor pontosan erről van szó, hogy ezen a CD-n ilyen mikrométeres, vagy annál is kisebb struktúrák jelennek meg, amin a fény interferál. Interferencia jön létre, ami egyúttal azt is jelenti, hogy az ekkora méretű objektumokat, az fénnyel nem látjuk. Azok egyszerűen túl kicsik ahhoz, hogy lássuk őket, mert a fény elkezd interferálni, és mindent fogunk látni, csak azt nem, amit nézünk. Ez azt jelenti, hogy fénnyel, a fény hullámhosszánál, ilyen mikrométernél sokkal kisebb tartományban nem láthatunk dolgokat. Pontosabban a fény hullámhossza az 3-600 nanométer közé esik. Hogyan van lehetőségünk mégis kisebb dolgokat látni? Hát például az elektron mikroszkóppal, amiről most egyáltalán nem fog beszélni, lehet, hogy volt erről is atomcsill előadás, egy csomó mindenre belinkeltem, csak ez ma jutott eszembe, hogy ezt a diát is belerakom, ezért itt nem linkeltem be, hogy erről is volt atomcsill előadás, de megtaláljátok a honlapon. Szóval a konvencionális mikroszkópot azt azért is hívjuk mikroszkópnak, mert a mikrométer tartományáig lehet vele dolgokat látni. Ebben az értelemben az elektron mikroszkóp az tulajdonképpen egyfajta nanoszkópnak lenne tekinthető, ugyanis a nanométer tartományába esik a felbontása. Ezzel ilyen biológiai struktúrákat láthatunk. Ezen a dián itt ennyi 5 mikrométer, tehát a mikrométernél lényegesen finomabb felbontást láthatunk. Ez egy trükkös dolog, az elektronmikroszkóp, nem fogok róla beszélni. Még kisebb felbontása van az úgynevezett atomi erő mikroszkópnak, még legalább, vagy hát nagyjából egy nagyságrenddel jobb a felbontása, ezzel már molekulákat is láthatunk. Vagyis hát valamilyen módon feltérképezhetünk, és tényleg úgy néznek ki a molekulák, mint a tankönyvben, legalábbis egy jó részük. Az atommag, az viszont még ennél is sokkal kisebb, az atom 10^-10-es méretéhez képest 5 nagyságrenddel kisebb, mert klasszikusan azt szoktuk mondani, hogy mintha egy 500 méteres stadionban egy fél centis cseresznyemagot helyeznénk el, ez az arány az atom és az atommag között. Lehet-e az atommagot is valahogy feltérképezni? Ez a 10^-15 méter, ezt úgy hívjuk, hogy egy femtométer, és akkor ezen az alapon az ezt feltérképező eszközt hívhatnánk femtoszkópnak, hogyha létezne ilyen. És erről fogunk beszélni, hogy létezik-e ilyen, és ha igen, akkor hogyan működik. Na most azonban további bonyodalmak vannak, ugyanis a fényről kiderül, hogy nem csak mindig hullámként viselkedik, és erre először a 19. században derült fény, hogy egy kis képzavarral éljek, ezt Hertz fedezte föl a fotoelektromos hatásban. Ennek a fotoelektromos hatásnak az a lényege, hogy egy fém lemezre fénnyel világítunk,
és ennek hatására esetleg elektronok lépnek ki belőle. Azonban az az érdekes tapasztalata volt Hertznek, hogy az elektronok kilépése attól függ, hogy milyen fénnyel világítunk a fémlemezre. Hogyha nagy hullámhosszú vörös fénnyel, akkor nem lépnek ki elektronok, míg hogyha kis hullámhosszú kék fénnyel világítunk rá, akkor kilépnek elektronok. És a fénynek az intenzitásától viszont nem függött az, hogy kilépnek-e ezek az elektronok. Hát ez klasszikusan nagyon nehezen érthető dolog, ugyanis, hogyha a hullám és a hajó példáját megnézzük, akkor az az elképzelésünk, hogyha jön egy kis hullám, akkor nem borul fel a hajó. Ha jön egy nagy hullám, akkor viszont felborul a hajó. És hogyha ennek a nagy hullámnak a hullámhossza is nagy, attól még ugyanúgy fel kéne borulnia a hajónak, azonban nem ez történik, hanem valami ilyesmi, hogy hiába jön nagy hullám, hogyha nem követik egymást elég sűrűn ezek az óriási nagy hullámok, akkor a csónak nem borul föl. És ami még furább, hogyha nagyon gyakran követik egymást a hullámok, akkor viszont hiába kicsi az amplitúdójuk, mégis felborul a hajó. Ugye, hogyha egy ilyen nagyon pici hullám jönne a Balatonon, ha elég sűrű, akkor felborulna a hajó, annak ellenére, hogy nem is látjuk a hullámot. Tehát ez nagyon fura, ez klasszikusan nagyon nehéz megérteni. Viszont Einsteinnek sikerült, és arra jött rá, hogy tulajdonképpen úgy lehet ezt az egész jelenséget, és még sok másik kapcsolódó jelenségkört megérteni, hogyha azt mondjuk, hogy a fény az valójában nem viselkedik hullámként ebben az esetben, hanem csomagokban érkezik. És tulajdonképpen az amplitúdó az, hogy mennyire nagy a hullám, az a csomagoknak a számát befolyásolja. Kis hullám, kevés csomag, nagy hullám, sok csomag, itt is kis hullám, kevés csomag, sok hullám, sok csomag. Viszont a csomagoknak a nagysága az fordítva arányos a hullámhosszal. Az derül ki, hogy a csomagoknak a nagysága, vagy hát a csomagok által hordozott energia, az a hullámhossz inverzétől függ. Vagy azt is mondhatnám, hogy a hullám számtól függ, és akkor ebben van egy ilyen HC paraméter, a Planck állandó és a fénysebesség, és akkor az derül ki, hogy egy nanométeres hullámhosszhoz 1240 elektron volt energia tartozik. Jó, ez most számukra, a konkrét számok nem annyira lényegesek, mindenesetre minél nagyobb a hullámhossz, annál kisebb az energia. És ezzel kiválóan megérthetjük a jelenséget, ugyanis a nagy hullámhosszú vörös fény, az kis csomagokból áll, a kis hullámhosszú kék fény, az pedig nagy csomagokból áll, és egy elektron, az mégiscsak egy csomaggal tud találkozni. Ez tehát, tulajdonképpen ez az egyszerű képpel megmagyarázhatjuk ezt a jelenséget, és amiről most itt nem beszélek, az a további jó néhány egyéb jelenség, amik aztán megerősítették végül is azt, hogy a fény az tényleg nem hullámként, hanem részecskeként viselkedik ezekben a kísérletekben. De ez minden esetre elfogadásra került, és ma is azt gondoljuk, hogy a fény sok-sok kísérletben úgy viselkedik, mint ilyen energiacsomagokra porciózott valami. Na hát akkor viszont próbáljuk ezt az információt összedolgozni a kétrés kísérlettel. Próbáljuk megérteni, hogy akkor hogy is van ez, hogy tehát akkor erre a két résre ilyen nem hullámok, hanem hullámcsomagok vagy fotonok érkeznek, és akkor ezek a fotonok hogyan közlekednek itt, akkor itt mondjuk esetleg mindkét résen átmegy egy-egy foton, és akkor azok interferálnak valahogy ebben a pontban, vagy pontosan mi történik. A legérdekesebb az az, hogyha úgy csináljuk a kísérletünket, hogy mindig egyszerre csak egy fotont bocsátunk erre a két résre. Ha egyszerre csak egy foton érkezik, akkor azt gondoljuk, hogy miután az a legkisebb energiacsomag, ami abban a fényben létezhet, ezért ez vagy az egyik résen megy át, vagy a másik résen. Azonban, ha elvégezzük ezt a kísérletet, akkor azt látjuk, és erről raktam itt be egy videót, hogy
Az első néhány foton, ahogy beérkezik, szépen egyesével valamiféle össze-vissza mintázatot hoz létre, azonban ahogy egyre több foton csapódik be egyesével erre a vászonra, úgy szép lassan egy ilyen tényleges interferencia mintázatot hoznak létre. Ez az egyfotonos interferencia, erre is mondták sokan, hogy a fizika legcsodálatosabb kísérlete, és ezt ma már ilyen, hát valahol iskolai bemutatókban is létre lehet hozni, persze borzasztó drága bármi ilyesmi felszerelés, azonban ezen a videón most mi is láthattuk, hogy tulajdonképpen mi is történik. És ez nagyon furcsa, ez azt jelenti, hogy jön az egy darab foton, és az egy darab foton hoz létre valahogy interferenciát, nem tudja eldönteni, hogy ide, vagy hova csapódjon be ezen a vásznon. A foton valahogy véletlenszerűen dönti el, hogy mi is történjen vele. Nagyon nehéz megérteni, hogy ez pontosan mit jelent, de valami olyasmit, hogy a foton valahogy önmagával interferál, sőt nem is a foton az, ami interferál, hanem a foton számára jelenlévő lehetőségek interferálnak. És az egyik lehetőségnek és a másik lehetőségnek van valami amplitúdó szerűsége, és ezek hozzák létre ezt a fura interferencia mintázatot az egyes fotonokon belül. Na hát ez önmagában elég sok előadást megér ez a történet, de most tovább lapozunk egy másik érdekes felfedezésre a fotonokkal kapcsolatban. Ez a felfedezés a rádiócsillagászathoz kapcsolódik. 1933-ban fedezték föl, hogy a csillagoknak rádiósugárzása is van, méghozzá úgy, hogy egy borzasztó precíz apparátust építettek, amivel valahol Amerikában, egy pusztában az ott észlelhető rádióhullámú jeleket vizsgálták, és minden komponenst azonosítottak, a villámok, meg az akármi, és egy komponens az ismeretlen maradt, aminek 24 óra, vagyis hát 23 óra és 56 perc volt a hullámzása, vagy hát a periodicitása, és kiderült, hogy ez azért van, mert a csillagok is sugároznak a rádióhullámú tartományban. És akkor ez egy egészen új területet nyitott meg, a rádiócsillagászat területét. A rádióhullámok ugyanis néha egészen más módon elérhető információt adnak a csillagokról, mint a fénnyel, vagy a fényhullámok. És Robert Hanbury Brown a 30-as években a Sirius-t vizsgálta a rádiótávcsöveivel, méghozzá kettővel, volt két ilyen rádiótávcsöve, amit egy ilyen kör alakú pályán tudott mozgatni. És nagyon furcsa dolgot fedezett föl az eredményekben, ezt mindjárt a következő oldalakon fogjuk tárgyalni. Mindenesetre az egész kísérlet feldolgozására, vagy kidolgozására Twiss matematikust, Robert Q. Twiss matematikust, vagy Richard Q. Twiss matematikust kérte föl ennek a létrehozására, és együtt dolgozták ki a szükséges elméletet és a szükséges apparátust is, különös összevetni ezt a mai, ugye hát több ezer fős együttműködésekkel. A kísérletükben minden esetre valami furcsa ilyen korrelációt találtak, de hogy mindenki értse, hogy mi az a korreláció, ezért itt egy kis példával szeretnék élni, hogyha fognánk itt a hallgatóságban, vagy egy sokkal nagyobb mintában, hogy nagyobb legyen a statisztika, több elem legyen a mintánkban, megnéznénk a magasságoknak az eloszlását, akkor azt látnánk, hogy egy csomó átlagosan magas ember van, és akkor vannak, akik az átlag fölött vagy alatt vannak, és akkor ennek van valamilyen eloszlása. Ez önmagában egy érdekes információ sokszor egy mintáról, azonban meg lehet nézni, hogy például ebben a mintában hogy alakul a magasság különbségeknek az eloszlása. Milyen valószínűsége van annak, hogy ketten pont 10 cm magasság különbséggel vannak. Ez a grafikon, ami megy plusz és mínusz irányba is, a nullára szimmetrikus kell, hogy legyen, hiszen ha valamennyi a plusz 10 cm különbség, akkor a mínusz 10 is ugyanannyi, ha csak nem vétettünk valami hibát. És akkor, ha egy ilyen eloszlása van a magasságoknak, akkor a magasság különbségeknek is valami ehhez nagyon hasonló eloszlása lesz. Kivéve akkor, ha valamiért a mintánkban csupa egypetélyű ikerpár van.
Ha most itt a teremben mindenki az ikertestvérével jött volna, akkor nagyon furcsán alakulna ez az eloszlás, akkor azt látnánk, hogyha rázoomolnánk erre a közepére, hogy a nullánál valamiféle növekményt találunk. És elárulom, hogy ezt az előadás előtt beírtam Excelbe is, és csináltam, generáltam magamnak 1000 véletlen magasságot, hogy ez tényleg kijön, mert ugyan biztos voltam benne, de az a tuti, hogyha tényleg leellenőrzi az ember. Szóval tényleg, de igen, tényleg a nulla körül valamiféle plusz jelenik meg ebben a magasság különbségek eloszlásában. Ezt hívjuk úgy, hogy korreláció. Azt, hogy valahogy a magasságok korrelálnak, magyarul úgy is mondhatnánk, hogy együtt mozognak. Ugye értelemszerű, hogy mit jelent ikerpárok esetén, nyilván a magasságok együtt mozognak, hiszen az egypetű ikrek azok jó eséllyel egyforma magasak. És akkor matematikailag ezt valahogy úgy fejthetjük ki, hogy azt mondjuk, hogy a magasságok gyakorisága az valamiféle n, tehát azt jelenti, hogy hány darab, mit tudom én, 170 centi magas ember van a teremben. És akkor a magasság különbségeknek az eloszlását, azt már egy picit bonyolultabb matematikailag megérteni, hogy hogyan is kell kiszámolni, de hát valahogy úgy, és ez van itt egy ilyen bonyolultabb formulával odaírva, hogy megnézzük a 140 centi magas emberek számát, meg a 150 centi magasokét, és ennek a kettőnek a szorzata az azt fogja adni, hogy hány 10 centi különbségű pár van ebben a mintában. Persze nem csak a 140 és a 150-es párokat kell nézni, hanem a 130 és 140, meg a 110 és 120, tehát az összes 10 különbségűt, és valahogy ez jelöli ezt a jelenséget, hogy megnézzük a H magasságúakat, meg a H plusz 10 centi magasságúakat, és ez az ilyen nyílszerű zárójel, meg azt jelenti, hogy és ezt az összes alapmagasságra valahogy átlagoljuk, vagy összegezzük. Ezt jelenti a magasságkülönbségek eloszlása, és akkor ez a többlet, ami itt megjelenik, ami az ikerpároknak köszönhető, az tulajdonképpen azt mondja ki, hogy több nulla magasságkülönbségű ember van, mint ahányra alapesetben számítanánk, mint hogyha nem lennének ikerpárok. Jó, tehát valahogy a korreláció az azt jelenti, hogy egy valamilyen fizikai mennyiség, vagy két mennyiség, az valahogy együtt mozog, együtt hajlamos változni. És Brown és Twiss, akikről egyébként ezt a HBT effektust elnevezték, érdekes, hogy miért van benne H is, hogy csak Brown és Twiss, azért, mert a Brownnak az egyik keresztneve a kettőből az a Hanbury, úgyhogy az egyik, az a HB, az a Hanbury Brown és a T.A. Twiss. Szóval ezt az őrőlük elnevezett korrelációt fedezték föl, azt látta, hogyha ezt a két detektort, ja, igen, ami mozgatható, ha ezt nagyon közel tolja egymáshoz, akkor nagyon erős korreláció lesz a beérkező rádióhullámok mennyiségében, ha pedig széjjelebb tolja, akkor a korreláció gyengül. Valami olyasmit látott, hogy még egyszer mit is jelent ez a korreláció, hogy a két távcső együttes intenzitása azt, hogy egyszerre észlelnek rádióhullámokat, valahogy ez az együttes intenzitás, ez úgymond túl gyakori volt, ahhoz képest, mint amire számítani lehetett volna az önálló eloszlásokból. Tulajdonképpen az egyszerre észlelés, az, hogy az A és a B detektor is, mondjuk van két, ez az A és a B detektor, hogy mindkettő észlel valamit, annak nagyobb volt a valószínűsége, mint a külön észleléseknek valahogy a szorzata. Ugye, tehát, hogy jön mondjuk ez az egyik detektorba beérkező jeleknek a száma, meg a másik detektorba beérkező jeleknek a száma, és akkor valahogy ezek hajlamosak így egyszerre megjelenni. Na hát ez egy nagyon furcsa megfigyelés, nem igazán lehet egyszerűen megérteni, hogy miről van szó. Gondolhatnánk, hogy ez is valami interferencia jelenség lehet, de ezt már megbeszéltük, hogy az interferencia az nem a fotonok között van. Tehát a rádióhullám is fotonokból áll, jönnek ezek a fotonok, és akkor beérkeznek a két detektorba. Ha ezek között valami interferencia van, akkor az valahogy
Nagyon furcsa lenne, ugyanis nem két foton interferál soha egymással, hanem egy fotonnak a különböző lehetőségei. És ezt Dirac a kvantummechanika alapjai könyvében ki is fejtette, illetve egy határozott állítást tett, hogy két különböző foton között sohasem lehet interferencia. Úgyhogy ez a kérdés, hát nagyon nehezen érthető, hogy tulajdonképpen most akkor a foton képben itt mi is van, és az különösen érdekes kérdés, hogy miért van az, hogy a korrelációnak a nagysága az, hogy mennyire hajlamosak a detektorok egyszerre észlelni a jeleket, az lecsökken, ahogy eltávolítjuk egymástól a detektorokat. Ha távolról nézik ugyanazt a csillagot, akkor kicsi a korreláció, a közelről akkor nagy a korreláció, és egyébként persze nyilván ezeknek a detektoroknak a távolsága, ez néhány méter vagy néhány tíz méter. Nagyon furcsa, hogy ez számít ahhoz képest, hogy a csillag az 437 fényévnyire van, tehát milliárd kilométerekre tőlünk. Nagyon furcsa, hogy akkor ez a néhány méteres vagy néhány tíz méteres távolság miért számít vajon? Erre az effektusra van egy klasszikus magyarázat, amit hát nagyon röviden mondok egy pár szót róla, de azért a levezetését, tehát ezt most nem mondom el. Valahogy arról van szó, hogy a csillagot úgy képzelhetjük el, mint ilyen két forrásokból álló rendszert, és akkor azt mondjuk, hogy itt van egy A és egy B pontja a csillagnak, mind a két pontjából jön egy-egy fénysugár, még ha rádióhullámú tartományban is van, akkor is fénysugárnak mondhatjuk, csak nem látható, és akkor az nagy A és nagy B detektorba is jön fény, innen is, meg a B-ből is, akkor jön fény mindkét ebből a forrásból is, meg ebből a forrásból is. A fontos paraméterek ebben az esetben a csillagnak a mérete, a csillag és a detektoroknak a távolsága, illetve a detektoroknak az egymástól vett távolsága. És akkor megmérhetjük, hogy mekkora intenzitást, mekkora ilyen hullám intenzitást, vagy mekkora energiát észlelünk az A detektorban és a B detektorban. Nyilván nem csak két ilyen forrás van a csillagban, hanem rengeteg, valahogy a valóságban ezekre mind átlagolni kellene, és akkor megnézhetjük, hogy mennyi az átlagos együttes intenzitás, megnézhetjük, hogyha ebből a két pontszerű hullámforrásból egyszerűen egy közönséges elektromágneses hullámként leírva ezeket, ebből a két elektromágneses hullámforrásból az együttes detektálásnak mennyi a valószínűsége. Vagy pontosabban az intenzitások, az együttes intenzitásnak a valószínűsége. És akkor megmérhetjük mind a hármat, tulajdonképpen mérni kell itt az intenzitást, itt és valahogy a kettőnek az egyszerességét. És akkor ezt mérte meg, és alapesetben azt várnánk, hogy ez egy, azonban egy bizonyos korrelációt tapasztalt, és az eredményeket az írta le nagyon pontosan, ami igazából klasszikusan is kiszámolható lenne, még egyszer mondom, most ezt nem teszem meg, az derül ki, hogy egy ilyen koszinuszos faktor jelenik meg, és aminek a koszinuszát vesszük, az egy ilyen kifejezés, szerepel benne a hullámszám, az, hogy mennyire hullámzik ez a fény, az R, a csillagnak a mérete, a D, a detektorok távolsága, és az L, a csillag és a detektor állomás, vagy hát a Földnek a távolsága. És az derül ki, hogyha a megfelelő tartományban vannak ezek a paraméterek, akkor ez a koszinusz, ez elég gyorsan változó lesz ahhoz, hogyha ezt a D-t megnöveljük nulláról, 10 méterre vagy 20 méterre, akkor ez a koszinusz jelentősen el fog térni egytől. Ugye a koszinusz függvény az valahogy itt egyben kezdődik, és aztán elkezd lecsökkenni. És akkor pontosan az derült ki, hogy ez pont úgy viselkedik, mint egy koszinuszszerű függvény, és ennek a szélessége, az, hogy mennyire széles ez az eloszlás, az a csillag méretétől inverzen fog függeni. Minél nagyobb a csillag, annál keskenyebb lesz ez a függvény, egyszerűen amiatt, hogy ebben a koszinuszban egy ilyen fölírás van, hogyha ezt az R-et növeljük, akkor a D-nek a hatása tulajdonképpen lecsökken. Ez azt jelenti igazából,
hogy a távcsőben amúgy pontszerűnek tekinthető csillagot meg tudjuk mérni, hogy mekkora. Tehát tulajdonképpen ezt sikerült megtennünk, és ki is derült, hogy a Siriusnak, amit vizsgáltak, annak a szög átmérője az nagyjából 30 nanoradián. Tehát tulajdonképpen az van, hogy ezzel egy ilyen szögben értelmezett nanoszkópot hoztunk létre. Ez nagyon kiváló, csak azt még mindig nem értjük, hogy mi van a fotonokkal. Most akkor a fotonok itt mit csinálnak? És ezt annyira nem csak mi nem értjük, hanem ők sem értették, és Brownnak az életrajzi könyvéből másoltam ki ezt a két bekezdést, ami erről szól. Azt mondja, hogy két foton különböző detektorokba való érkezése korrelált lehet, meglepően sokak számára ez eretnek, sőt nyilvánvalóan abszurd ötlet volt. És félreérhetetlen formában közölték ezt velünk személyesen, levélben, nyomtatásban, és kísérletek publikációján keresztül mutatták meg, hogy tévedünk. És akkor azt mondja, hogy messze voltam attól, hogy ki tudjam számolni, hogy a kísérletünk elég érzékeny lehet-e egy csillagnak a vizsgálatára. Ehhez ismernem kellett volna a fotonokat, és mérnökként, mert hogy rádiócsillagász, vagyis hát mérnök volt, mérnökként fizikai tanulmányaim jóval a kvantummechanika előtt megálltak. Még az is lehet, hogy különben sok fizikushoz hasonlóan arra jutottam volna, hogy a dolog nem működhet. És erre vonatkozott az előadásomnak a címe, hogy a tudatlanság néha áldás. Hogyha az embernek nincsen prekoncepciója, előzetes elképzelése arról, hogy mit fog mérni, akkor sokkal könnyebben botolhat felfedezésekbe, mintha nem. És annyira érdekesnek és fontosnak tartom ezt a gondolatot, hogy egy másik idézetet is bemutatok erről, ez pedig Feynmannak egy nagyon jó könyvéből származik, és arról szól, hogy az elemi töltést, az elektronnak a töltését, tehát ez most fizikailag teljesen különböző téma, csak a tudatlanság áldásosságával függ össze, annak a mérésének a változását mutatja, hogy hogyan zajlott ez. Milliken volt, aki megmérte először az elektron töltését, és valami értéket egy táblázatból rosszul tudott, a levegőnek valami tulajdonságát, a viszkozitását egyébként, és emiatt egy picit rossz értéket mért. És akkor erre mondja Feynman, hogy érdekes megnézni a millikent követő méréseket. Hogyha az idő függvényében ábrázoljuk ezeket, akkor azt látjuk, hogy az első az egy kicsit nagyobb milliken értékénél. A következő még nagyobb, és így tovább, míg egy bizonyos milliken értékénél nagyobb számnál meg nem állapodnak. Miért nem mérték egyből helyesen az értéket, vagy hozzáfűzhetem itt fel, hogy miért nem úgy mérték az egyik kicsit nagyobbat, a másik kicsit kisebbet, miért nem össze-vissza oszcillálna mérdek? És erre azt mondja Feynman, hogy azért, mert amikor a kísérlet vezetője millikenénél lényegesen nagyobb számot kapott, akkor azt gondolta, biztos valamit rosszul csinált, és megkereste ennek az okát. Hogyha viszont a milliken által kapott értékhez közelít talált, akkor nem olyan alaposan nézte át a kísérletet. Tehát ha tudom, hogy mennyinek kell kijönnie, akkor addig fogom tekergetni a kísérleti elrendezés meg a számolásomat, amíg az ki nem jön. Holott lehet, hogy pont akkor még két hibát nem vettem észre. Ha viszont nem tudom, akkor persze lehet, hogy rá se jövök, hogy rossz a mérésem, de lehet, hogy mindentől függetlenül addig elemzem, amíg tényleg az összes hibát meg nem találtam. Tehát valóban a tudatlanság, vagyis hát inkább azt mondhatnánk, hogy a prekoncepció hiánya, az néha áldás, sőt a tudományban nagyon is sokszor. Na akkor összegezzük az eddigieket. Tehát láttuk, hogy a fény az elektromágneses hullám, az intenzitása az a tér négyzetével arányos, ugyanakkor a fény az fotonokból is áll, és akkor ezekkel interferenciát lehet csinálni, de nem a fotonok interferálnak, hanem valahogy a lehetőségek. És Brown viszont azt figyelte meg, hogy a csillag különböző pontjából érkező fény az is valahogy interferál, tehát itt valahogy mégis a különböző fotonok tűnnek úgy, mintha interferálnának. Ezzel az effektussal érdekes módon a fénytávcsőben pontszerűnek tűnő csillagnak az egyébként kiterjedt mérete mérhetővé válik. Ez az interferencia, ez azonban ebben a pillanatban még érthetetlen, és akkor erre mindjárt itt kitérünk, hogy hogyan is lehet ezt megérteni. Na hát kiderül, hogy nem csak a fénynek van részecske természete, hanem a részecskéknek is van hullám természete.
Például az elektronról is kiderült, hogy az elektron is sokszor hullámként viselkedik, és honnan tudjuk, hogy hullám? Onnan, hogy ráirányítjuk az elektronnyalábot a CD-re, és akkor látjuk a három pontot, akkor elektron is hullám. Hát valamilyen ilyen kétrés kísérlettel sikerült bebizonyítani. És nem csak az elektron viselkedik hullámként, hanem nagyon sok minden más, az atomok, molekulák is, és érdekes megemlíteni, hogy például igen nagy molekulákkal, újabban C60, vagyis ilyen Fullerén labda molekulákkal is sikerült interferenciát kimutatni, meg szerves makromolekulákkal is, és erről is mutatok egy videót, méghozzá egy molekula interferenciát, a molekulákat egyesével lőtték át két résen, és utána interferenciát tapasztaltak, tehát a molekula is nem tudja, hogy merre menjen, azt valahogy véletlenszerűen dönti el, a molekulák lehetséges útjai, azok interferálnak valahogy egymással. Ez valamilyen úgynevezett, ekkor hallottam ezt a szót először, mikor megnéztem, ftalocianin származék, ez a molekula, teljesen mindegy, hogy milyen, így néz ki, és akkor itt is az egy molekula interferenciát látjuk, ahogy egyesével érkeznek be a molekulák erre a lemezre, de ahogy egyre telik az idő, most ez egy gyorsított videó volt, 40 perc után interferencia mintázat alakul ki. Tehát a részecskék is hullámként viselkednek, és hát ez valami nagyon fura dolog, ennek a matematikai leírása nagyon trükkös, és ebben nem is fogok részletesebben belemenni. Annyit azért megemlítek, hogyha a részecskék hullámként viselkednek, akkor valami hullámszerű mennyiséget kell hozzájuk rendelni, és amit hozzájuk rendelünk, az egy ilyen hullámfüggvény, ami a hullámzásukat leírja. Hogy mi hullámzik, azt nem tudjuk megmondani, az interpretáció kérdése, ki szerint ez, ki szerint az ennek a hullámfüggvénynek a jelentése, de valahogy hozzá kell ezt rendelnünk a részecskékhez. És ugyanúgy van hullámszámuk és hullámhosszuk is, és az derül ki, hogy a hullámszámuk, ami emlékszünk rá, az a hullámhossznak az inverze lényegében, az az impulzusuktól függ, minél nagyobb egy részecskének az impulzusa, annál nagyobb a hullámszáma, magyarul annál kisebb a hullámhossza. És akkor valami jelentése azért mégiscsak van ennek a hullámfüggvénynek, méghozzá az, hogy a négyzete az valami megtalálási valószínűség. Tehát tényleg valahogy a megtalálási valószínűség hullámzik, de hát nem egészen az, mert az 0 az csak pozitív értékeket vehet föl, sőt összesen csak valahol lennie kell a részecskének, és akkor ez a psi, ez a hullámfüggvény, ez viszont ennél sokkal furábban viselkedik. Na hát ez a kvantumfizikának az alapja, ez a hullámfüggvény, azonban számunkra most nem ez az érdekes, hanem az, hogy a kvantumfizika ennél érdekesebb dolgokat is mond. Méghozzá azt, hogy a részecskék, az elektronok például, meg a fotonok, azok tökéletesen megkülönböztethetetlenek egymástól. Két foton az mindig pontosan ugyanolyan. És ez, mint látni fogjuk, messze menő következményekkel jár. Hogyha veszünk 5 teniszlabdát, és megnézzük annak a valószínűségét, annak az esélyét, hogy hányféleképpen lehet ebből az 5-ből 2-t kivenni. Akkor kivehetjük az 1-est és a 2-est, vagy mondjuk kivehetjük az 5-öst és a 2-est, vagy mondjuk az 5-öst és a 3-ast, ezek mind különböző lehetőségek. Ezért aztán összesen 10 lehetőségünk van ezt a 2-t kiválasztani. Azonban a kvantumfizikában picit más szabályok érvényesek. Az van, hogy ezek a, hogyha nem teniszlabdákról, hanem elektronokról beszélünk, akkor ezek a lehetőségek megegyeznek egymással, tulajdonképpen csak egyféleképpen választhatunk ki két fotont az 5-ből, az, hogy melyik kettőt választottuk ki, az ekvivalens, az azonos egymással, semmilyen különbség nincsen, tehát megváltozik valahogy a részecskéknek ez a fajta ilyen statisztikája. Hogyha labdák helyett elektronokkal, vagy fotonokkal akarunk ilyen sorsolást csinálni, akkor egész mások lesznek a valószínűségek.
Ez számunkra azt jelenti, hogy valahogy, hogyha két részecskét veszünk, és két részecskének írjuk föl ezt a hullám viselkedését, akkor az a részecske cserére szimmetrikus kell, hogy legyen, bármit is jelentsen ez. Pontosabban valahogy azt jelenti, amit mindjárt itt a következő utáni ábrán fogunk látni, mindjárt egyet visszanyek, hogy hogyha ezt vesszük, ezt az előbbi csillagot, és az ebből kijövő A és B pontból kijövő részecskéket, akkor az, hogy az A-ból jött egy foton A-ba, és a B-ből egy B-be, az azonos azzal, mint hogyha az A-ból ment volna B-be, és a B-ből ment volna A-ba. Na hát ennek messze menő következményei lesznek, erről is egy rövid kis történeti bevezetőt azért mondok. Ő Bose Indiából, aki egy egyetemi előadása során azt akarta bemutatni, hogy a Planck-féle kvantummechanika bizonyos következményei ellent mondanak a megfigyeléseknek, illetve hát valami nem egészen úgy van, ahogy azt a kísérletek megfigyelik. És a számolása során egyszerű egy elírást vétett a táblánál, egyszerűen egy jelet elírt, viszont az óra végére hirtelen az jött ki neki, hogy mégiscsak az adatok és az elmélet megegyezik. Ez sokáig persze hibának gondolta, de aztán kezdett rájönni, kezdett gyanakodni, hogy lehet, hogy ez mégiscsak van itt emögött valami. Amikor azonban erről megpróbált másokkal beszélni, mindenki azt mondta, hogy hát hülye vagy, hát ez tényleg csak egy hiba. Ne gondolj ennél többet ebbe bele. Próbálta közölni az eredményeit, nem sikerült neki, és aztán Einsteinnek írt egy levelet erről, és ő volt az, aki egyetlen, aki ebben hitt, és aztán közösen publikáltak két egymás követő cikket 1924-ben erről a statisztikai tévedésről, amit ma úgy hívunk, hogy Bose-Einstein statisztika, és ennek az a lényege, hogy a fotonok felcserélhetőek. Az az állapot, amikor kihúztam ezt a két fotont a zsákból, vagy azt a két fotont, ezek az állapotok azonosak. És ennek valószínűségi következményei lesznek. És valahogy ez az a valószínűségi következmény, ez a bizonyos HBT, Brownról és Twistről elnevezett effektus, az a valószínűségi következmény, ami számunkra most itt nagyon fontos. Tehát az, hogy ebből a pontból ide, ebből meg ide is érkezhet egy-egy foton, de ez a lehetőség, ez minden aspektusában tökéletesen azonos azzal, mintha innen jött volna egy, és onnan jött volna egy, ez valahogy tényleg mérhető következményekkel jár, valahogy azt fogja jelenteni, és ezt sem vezetem itt most le matematikailag, de ezt fogja jelenteni, hogy a fotonok jobban szeretnek egy irányba menni, mint külön irányba, valahogy ez egy ilyen korrelációként fog köztük megjelenni. És ténylegesen levezethető, hogy az együttes detektálási valószínűség ebben a két detektorban az egynél nagyobb lesz, ahol az egy az azt jelenti, hogy ugyanannyi, mint a külön-külön detektálásnak a valószínűsége, és ez a plusz tag egy korrelációt fog eredményezni. És ezáltal a kvantumos statisztikai, vagy ilyen felcserélhetőségi, vagy szimetria reláció által már a fotonképpel is összeegyeztethetővé válik a jelenség, sőt, úgy fogjuk igazán megérteni, és az derül ki, hogy minél szélesebb a forrás, minél nagyobb a forrás, annál keskenyebb a korreláció, tehát tulajdonképpen ennek a együttes detektálásnak a valószínűségének a mérésével a forrás méretéhez férünk valahogy hozzá. Ezt a korrelációt HBT effektuson kívül néha úgy is hívjuk, hogy Bose-Einstein korreláció, ugyanis a Bose-Einstein statisztikán alapszik ezen a felcserélhetőségen. Na hát és akkor most itt eddig csak arról beszéltem, hogy mi van akkor, hogyha két ilyen pontból jön két foton, de hát talán már itt többen érezték, hogy azért a csillagot úgy mondani, hogy van benne két pont, az egy picit kevés. Ennél azért bonyolultabb objektum egy csillag. Mondjuk azt mondhatjuk, hogy egy ilyen elosztással írjuk le a csillagot, mondjuk van egy ilyen eloszlása, csak ezt az egy ábrát nézze mindenki a dián, többit nem kell. Tehát valahogy a csillag az egy ilyen eloszlással rendelkezik, és akkor
mondjuk ezt egy ilyen függvénnyel írjuk le, azt, hogy mondjuk a sűrűsége hogyan változik, ahogy megyünk kifelé, vagy a hőmérséklete valamilyen, középen sűrű, és aztán egyre ritkább, ahogy kifelé megyünk. És akkor az derül ki, hogy a korreláció, amit megmondjuk itt jelölök, az valahogy ennek a forrásnak egy ilyen egyértelmű függvénye lesz. Itt némi matematikai trükközés van, azt is elmondom, hogy micsoda. Igazából nem a forrástól fog függeni a mért korrelációnak az alakja, az, hogy hol vagyunk? Az, hogy ez a korreláció milyen alakú, az nem pontosan a forrástól fog függeni, hanem, most itt egy pillanatra leragadtunk, hanem a forrásnak egy ilyen transformáltjától, hogy mi ez a transformált, erről tényleg csak vagy egy ilyen átalakításáról, erről csak nagyon röviden annyit megemlítek, hogy ez az úgynevezett ilyen Fourier transformált, amiről talán nem sokan hallottak a teremben, ugyanakkor mindenki látta már, akkor, amikor egy valami zene lejátszónak a kijelzőjére nézett. Ilyet már biztos sokan láttak, valahogy arról van szó, hogy van egy hanghullámunk, amit lejátszik egy valami zene lejátszó, és akkor a kijelzőjén meg ilyen sávok mennek föl le, ez a Fourier transformáció, az, hogy megmondjuk, hogy mennyi alacsony, közepes, meg magas frekvenciájú komponens van ebben a hullámban. És akkor valahogy ez a Fourier transformált alak, ez elárulja az eredeti hanghullám alakot. És akkor igazából az derül ki, hogy ezáltal a Bose-Einstein korreláció által, hogy ezt megmérjük, ez igazából a forrásnak ezt a Fourier transformáltját fogja megadni, tehát ebből az egészből a lényeg az az, hogy a korreláció mérésével a forrásnak az alakja rekonstruálható. Jó, ezt foglalom itt még egyszer össze, tehát hogyha van egy forrás eloszlásunk, akkor a korrelációnak az alakja, ez a függvény, amit ott a pontokkal a Brown mérésénél is felrajzoltam, ennek az alakja, ennek valamiféle transformáltja lesz. Tehát magyarul, hogyha megmérjük a korrelációt, akkor az eredeti forrásnak az alakját meg tudjuk határozni, és ezáltal egyfajta leképezésünk lesz, a csillagnak az alakját meghatározzuk, hogyha az, mit tudom én, a teraméter tartományban van, akkor azt mondjuk, hogy teraszkóp, mondjuk, vagy hát mondhatjuk, és ha pedig a femtométer tartományban van, az, aminek a korrelációját nézzük, akkor meg a femtoszkóp tartományban van. Tehát az egész Bose-Einstein korrelációnak az a lényege, vagy az az érdekessége, hogy ezáltal a vizsgált forrásnak a térbeli alakját meghatározhatjuk. Most időben egy picit rosszul állunk, ha jól látom, de azért, hát röviden... Tessék? Ja, én csak ilyen rosszul tűnő, jól látok. Jó. Röviden megpróbálom még azt is megemlíteni, hogy mi van ezzel a kvantum statisztikával, ez minden részecskére érvényese. Az derül ki, hogy az elektronokra egy kicsit más típusú kvantum statisztika érvényes, az elektronok azok nem egészen úgy felcserélhetőek, ahogy a fotonok. Ez az egész az atomnak ez az ilyen héj struktúrájából derül ki, és a Pauli elvből, amit talán kémia órán tanítanak, hogy az elektronok azok nem lehetnek azonos pályán, vagy azonos állapotban, van egy ilyen Pauli-féle kizárási elv, két elektron sosem lehet azonos állapotban. Tehát míg a fotonok azok valahogy szeretnek azonos állapotban lenni, szeretnek felcserélődni, és ezáltal végső soron azonos állapotba fognak kerülni. Ugyanígy az elektronok, azok viszont pont, hogy tilos, hogy azonos állapotban legyenek. És ez, most ezen itt igazából csak annyit mondok erről az egészről, hogy az elektronokra nem egy Bose-Einstein leírást kell alkalmazni, hanem Fermi és Dirac volt azok, akik ezt felfedezték, és ezért az elektronok egy picit más ként viselkednek, vagy ebből kiderül, az elektronok egy picit másként viselkednek, ugyanazt a kísérletet fotonok helyett elektronokkal nem lehetne elvégezni.
És akkor a részecskéket az alapján, hogy a Bose-féle vagy az elektron osztályába tartozó Fermi-féle statisztikába tartoznak, bozonoknak, meg fermionoknak szoktuk nevezni. Az egyikre, és erről is most az idő hiányában csak annyit mondok el, hogy a bozonokra ez a Bose-Einstein korreláció fog jellemző lenni, amiatt, hogy ők szeretnek, mint a foton is, szeretnek azonos állapotban lenni, a fermionokról viszont az derül ki, hogy ők pont, hogy nem szeretnek azonos állapotban lenni, ezért őrájuk egy antikorreláció fog vonatkozni. Ők pont, hogy különbözőek szeretnek lenni. Na hát, és akkor az eddigiek, ami már majdnem az egész előadásnak az összefoglalása az az, hogy nem csak a fénynek, hanem mindennek van részecske és hullám tulajdonsága is, és a részecskék, ezek a hullámként is viselkedő részecskék, ezek valójában megkülönböztethetetlenek. És emiatt a két fotonnak a hullám függvénye, vagy hát a megtalálási valószínűsége az valahogy szimmetrikus, és ez egy ilyen korrelációt fog okozni, hogy mindegy, hogy ennen jön ide és innen ide, vagy innen ide és onnan oda. És ebből végeredményben egy olyan eszközt kapunk, amelynek segítségével amúgy feltárhatatlan méretű vagy alakú forrásoknak az alakját fogjuk tudni megvizsgálni. És akkor az utolsó nagyon rövid időben még arról fog beszélni, hogy mindezt hogyan alkalmazhatjuk az ősrobbanásra. Az ősrobbanás nyilván magát, azt nem látjuk, arról van szó, hogy kezdetben valami nagyon kicsi térfogatból, vagy hát nagyon kicsi tartományból tágult ki a világegyetem. Erről is volt előadás, lehet, hogy én tartottam, de biztos lehet, hogy még másik is volt. És akkor ma a világegyetemet, amikor ilyen 13,7 vagy 8 milliárd éves körülbelül, csillagok, galaxisok, meg ilyen ködök töltik ki, azonban ha megyünk vissza időben, ez nem mindig volt így. Tudjuk, hogy ahogy visszafelé menve egyre sűrűbb és forróbb volt a világegyetem, egy bizonyos pont előtt atomok sem létezhettek, azelőtt atommagok sem, és azelőtt az atommagok is megolvadtak, sőt az atommagokat alkotó protonok és neutronok is valahogy megolvadtak, és valami őslevest alkottak. Erről persze csak elméleti gondolataink lehetnek, hiszen az ősrobbanást nem tudjuk megnézni, illetve egy eszközünk van, hogy mini ősrobbanásokat készítünk, ahol valami ilyesmi folyamaton megy keresztül, persze abból aztán nem lesznek csillagok meg galaxisok, de a folyamatnak a legelejét azt megnézhetjük. Valahogy arról van szó, hogy ahogy itt összeütközik részecskegyorsítóban két atommag, akkor itt keletkezik valami robbanás, és ennek a robbanásnak a folyamányaként ez az itt lévő anyag elkezd tágulni, tágul, kihűl, amíg annyira ki nem hűl, hogy a már szokásos anyagnak a részecskéi, a protonok és a neutronok létrejönnek belőle. Azonban van egy kezdeti szakasza, ahol a protonok és a nukleonok egyfajta ilyen olvadt őslevesét látjuk. Na erről tényleg volt egy előadás, ezt belinkeltem. Úgyhogy akit ez érdekel, azt megnézheti. Amiről viszont most itt beszélni szeretnék, az, hogy hogyan tudunk ennek a Bose-Einstein korrelációnak a segítségével információt nyerni erről a rendszerről. Ja, arról van szó még egyszer, hogy összeütközik ez a két atommag, ebből létrejön ez a valamiféle ősleves, de az olyan gyorsan tágul és hűl, hogy azonnal ilyen kirepülő részecskéket látunk csak, amiket már jól ismerünk. Ez a kép egy ilyen ütközésből kirepülő részecskéknek a pályáját mutatja az egyik ezt vizsgáló kísérletben. Most csak, hogy ne állandóan beszéljek, ezért egy videót mutatok arról, hogy hogyan néz ki egy ilyen ütközés. Itt a... most itt elrontottam. Igen, még egyszer. Tehát itt ilyen gyorsítókban felgyorsítják nagyon nagy sebességre ezeket az atommagokat, hogy ütközzenek egymással, egyre nagyobb gyorsítókba mennek, ahol egyre nagyobb sebességük lesz, és ez például a CERN-nek a komplexuma, illetve az LHC gyorsító, aminek mindjárt itt az alagútjába is belemegyünk, és akkor itt ebben a csőben mennek a
az atommagok, itt követjük tulajdonképpen az útját, itt átmegyünk a svájci-francia határon, mert hogy ott van ez a gyorsító, itt a művészi kép a protonról, és most valamiért egy picit itt elromlott ez a videó. Aha. Ajaj. Meglátjuk, hát ha másodszorra sikerül eljátszani, nem, akkor fönn lesz a honlapon, és mindenki maga megnézheti. Vagy, ha nem tudom lejátszani, akkor még itt van nálam pendrive-on is. Igen, idáig már az előbb is ment. Igen, az valaki rá graffitizta a falra, persze ez nem egy videó, csak animáció. Igen, na most kíváncsi vagyok, hogy most... Na, most megy, igen, jó, tovább haladtunk, és akkor itt megy az alagútban a részecske, ez az atommag, és akkor itt a detektor közepén találkozik, most egy picit lelassul az animáció, találkozik a másik atommaggal, és ebből történik egy robbanás, és a kirepülő részecskéket észleljük. Azonban maga ez a folyamat, ami itt középen volt, maga a középen történő robbanás, az egy szempillantás alatt lezajlik, és egy szempillantás alatt lehűl az anyag benne olyanra, ami ennek normál állapotában is ismerjük. És akkor mit tudunk mégiscsak elmondani erről az anyagról? Hát erre használhatjuk a femtoszkópiát, vagyis ezeket a Bose-Einstein korrelációkat. Ennek a nagy energiás fizikának tehát az a célja, hogy ezekben a hatalmas részecske gyorsítókban mini ütközéseket hozzon létre, amelyek azonban a skálájuktól eltekintve, a méretüktől eltekintve ugyanúgy viselkednek, mint az ősrobbanás, és annak bizonyos fázisait hozza létre újra. Persze kérdés, amit az előbb is föltettem, hogy hogyan férhetünk hozzá ennek a létrejövő őslevesnek a térbeli és időbeli struktúrájához, akkor, ha ez a szempillantás alatt kihűl, és mi már csak a kirepülő részecskéket, mint repesz darabokat észleljük. És hát pontosan ez a bizonyos HBT korreláció lesz erre való, a bozonoknak, vagy hát a fotonoknak, meg a hozzájuk hasonló egyéb részecskéknek a felcserélhetősége fog erre egy lehetőséget adni. Az derül ki, hogy ugyanúgy, ahogy a Sirius esetén Brown és Twist tették, mi is megmérhetjük a kirepülő részecskéknek a korrelációit, és a kirepülő részecskék korrelációiból mi is ugyanúgy visszakövetkeztethetünk a forrásnak az alakjára, sőt, nem csak a térbeli, hanem az időbeli struktúráját is ennek a segítségével valamilyen mértékben megismerhetjük. Itt technikailag persze arról van szó, hogy nem a fotonokat, hanem valami más, hozzájuk picit hasonló, de azért másban meg nagyon különböző részecskéket, ilyen úgynevezett pionokat használunk, de ez apró technikai részletkérdés. Ami érdekes most számunkra, az az, ami kiderül ebből a HBT korrelációs mérésből, az derül ki, hogy a forrásnak a mérete, azaz az a kis mini ősrobbanás, amit létrehozunk a laboratóriumban, az nagyjából 10^-14 méter méretű, tehát 10 fermi, vagyis femtométer, ami lényegében az atommagnak a mérete. Ekkorára kitágul erre a borzasztó kicsi méretre egy atommag méretű, vagy egy picit nagyobb, mint egy atommag méretű, és utána visszafagy az ős levesből a már ismert részecskékké, úgy, ahogy az univerzum anyaga is tette. Mennyi idő alatt történik ez? 10^-22 másodperc alatt. Ez valami megdöbbentően kevés idő, ez annyi idő, amennyi idő alatt a fény egy atommagon átmegy. Ugye az atommagon egy csiga is nagyon gyorsan átmegy, mert hogy nagyon kicsi, a fény viszont megdöbbentően gyorsan átmegy rajta. Ez a 10^-22 másodperc mennyi? Hát ezt nagyon nehéz elképzelni. A fény még addig a falig is nagyon gyorsan elér innen, pedig egy csomó protont ide lehetne rakni.
Tehát ez, hogy ez mennyire kicsi, azt nehéz elképzelni, és ezért is nagyon jó ez a technika, ezeknek a Bose-Einstein korrelációknak a technikája, mert ezzel ezt is észlelni tudjuk. És akkor hogyan is néz ki egy ilyen ütközés, egy ilyen mini ősrobbanás? Az atommagok azok kezdetben ilyen palacsintának tűnnek, ennek a fizikájáról sem fogok beszélni, hanem itt is van, be van linkelve, majd rákattinthat, akit érdekel. Ez egyik, biztos több is volt. És akkor azt látjuk, hogy ezek az atommagok, ezt nem fogom tudni itt megállítani, ezek az atommagok itt szépen összeütköznek, bum, és létrejön az ősleves, ami piros színű. És ahogy elkezd tágulni, szinte azonnal létrejönnek benne a szürkével és kékkel jelölt, már ismert típusú részecskék, ezek így kifagynak belőle tulajdonképpen. Itt alul látjuk az időskálát, mindjárt újra kezdem a videót. Nullánál lesz az ütközés, nulla, és akkor kövessük az időskálát, ahogy néhány ilyen femtométer per C idő eltelt, az ütközésben keletkező anyag az el is tűnt, már csak maradványai találhatóak valahogy ennek a valaminek a két végén. És ahogy megyünk tovább, ennek a maradványai is eltűnnek, és hát itt valami idővel később már semmit nem látunk belőle. Hogy mennyi, mi ez az időskála, ez a femtométer per C? Egy femtométer per C az az idő, amíg a fény C sebességgel megtesz egy femtométert, vagyis egy protonon átmegy. Tehát az egy femtométer per C az a skála, amíg a fény átmegy egy protonon, és akkor ennek a néhányszorosát látjuk itt. Lényegében mindenki fénysebességgel tágul, ennek igazából az eleje érdekes, még egyszer lejátszom, és itt megnézhetjük, hogy tényleg néhány ilyen szemvillanásnyi idő alatt eltűnik ez az anyag, és hogy pontosan mi is történik vele, annak vizsgálatára nagyon kevés eszköz áll rendelkezésünkre, pontosan ezért, mert olyan gyorsan eltűnik, az egyik az ezeknek a Bose-Einstein korrelációknak a használata. Na jó, most már tényleg kicsit túlnyúlva, de a végére értünk az előadásnak, úgyhogy összefoglalom, hogy miről volt szó. Brown és Twiss felfedeztek egy ilyen interferencia vagy korrelációs jelenséget, valami gyakoriság túlzott mértékben volt jelen, ahogy az ikerpárok esetén a nulla különbség a magasságokban túl gyakran van jelen, valami az ő mintájukban is túl gyakran volt jelen, és kiderül, hogy ezt a Bose által felfedezett Bose-Einstein statisztika magyarázza meg, a fotonoknak a felcserélhetősége. Erre alapul a HBT effektus, ami a Bose viselkedést mutató bozonok esetén korrelációt hoz létre, a másrészecskék esetén antikorrelációt, viszont ami miatt ez fontos nekünk az az, hogy ez a szimmetria, vagy ez a kvantum statisztikai jelenség, ez feltérképezhetővé tesz nekünk nagyon kicsi forrásokat, és tulajdonképpen ezáltal a femtométer skálán, az atommag méret skáláján is észlelhetővé válnak jelenségek. És ezeket az atommagok ütközése során létrehozott mini ősrobbanásokat feltérképezve arra jutunk, hogy ezeknek a mérete az néhány proton vagy atommag méretének felel meg, az élettartama, amíg fejlődnek, az pedig ez a hihetetlenül kicsi szám, és ennek a töredéke az az idő, az tényleg szinte egy szemvillanásnyi, amíg ebből a korábban ismeretlen őslevesből a már ismert részecskék, a protonok és a neutronok létrejönnek. És akkor az ő nevükben is köszönöm a figyelmet.